Rendőrautó, mini közlekedési tampája és rengeteg játék várja azokat a kicsiket, akik május 12-én a civil központ előtti térre látogatnak. A közlekedési kultúra napjához kapcsolódva a rendőrség a legkisebbek számára szervez programokat, mert mint Mayer László rendőrőrnagy mondja, a gyerekeken keresztül tudják a fejlődést biztosítani. Ha a gyerekeken keresztül el tudjuk érni a felnőtteket, akkor jó úton járunk. A gyerekek nagyon szívesen végzik ezeket a feladatokat, ezeket a programokon szívesen vesznek részt. A közútkezelő közutas járműveket hoz a helyszínre, melyekre a gyerekek felülhetnek, és többféle aktivitás is várja az óvodásokat, valamint az iskolásokat. Molnár István kiemelte, a programot úgy alakították ki, hogy minden korosztály számára érthető és élvezhető legyen. A Magyar Közút két útfenntartó járművet fog kiállítani, amelyet részletesen bemutatunk majd a gyerekeknek, illetve be is szállhatnak rá, ez nyilván nagy élmény lesz nekik, illetve egy kötelező tartozékokkal felszerelt kerékpárt is ki fogunk állítani, ami a feladatnak majd része lesz, hogy fel kell szerelniük, illetve meg kell mutatnunk majd a kötelező tartozékait. A rendőrség és a Közlekedéstudományi Egyesület az önkormányzattal közösen szervezi meg a programot, melynek célja a közlekedési kultúra fejlesztése. A különböző közlekedési konfliktusok kialakulhatnak akár az autós gyalogos autós, kerékpáros gyalogos, és hát nem beszélve azokról a mobilitás segítő egyéb egy vagy két kerekű eszközökről, amelyek használata azért még nincsen teljesen pontosítva, így ők nyilván akár a kerékpárúton, akár pedig a járdán használva azért mondjuk úgy, hogy közlekedési konfliktusba kerülhetnek. Én azt gondolom, hogy nagyon fontos, hogy a legkisebbeknél már elkezdjük ezt a nevelést. A Közlekedési Kultúra Napját Székesfehérváron 2015 óta rendezik meg.